Hétfő délelőtt javában folytak a munkálatok a Göndöcskert sportcsarnok felüli oldalán. Az öntözőrendszer kiépítéséhez most jó az idő. Az elmúlt napokban hullott csapadék nem hátráltatja a csövek lefektetését. A kútnak a meglévő víztornyak tápláló kút. Az új öntözőrendszer a régi, újra nyitott kútból kapja majd a vizet, hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón. Az öntözőberendezés telepítése a teljes, 4 hektáros területből több, mint 2 hektárt érint, ezeken található ugyanis zöld felület. A rendszer kiépítését a következő 180 napban egy gyulai cég végzi. 35 zónára lesz, vagy van szétszedve a terület, ez azt jelenti, hogy 35 önálló öntözött részt tudunk, vagy fogunk kialakítani, amelyet teljesen automatikusan fog vezérelni az öntözővezérlő. Van egy nagyon fontos beruházás, amit most önerőből készítünk el, és aminek most indultak el a munkálatai. A Göndöcskert egésze benne az épületekkel 2014-ben újult meg. A következő évben a művelődési ház belső terét korszerűsítették, emlékeztetett Görgényi Ernő polgármester. A korábbi program keretein belül ezeket a munkálatokat nem tudták finanszírozni, ugyanakkor tudták, hogy szükségesek. Az klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak az aszályos forró nyarak, amelyek során kiég a növényzet. Nekünk pedig az a célunk, hogy ezeket a parkokat Gyulán, amiket rehabilitáltunk, létrehoztunk, ezeket hosszú távon fenntarthatóvá tegyük. Az a célunk, hogy évtizedek múlva is üdezöld környezetbe tudjanak kilátogatni ezekbe a parkokba, mind a gyulai családok, mind pedig a hozzánk látogató vendégek. A Göndöcskertben összesen 8500 méternyi csövet fektetnek le a következő időszakban. Ezek mellé közel 5000 méternyi kábelt fektetnek le. A beruházás 18 millió forintos költségét teljes egészében a helyi önkormányzat állja.